egy viszonylag jelentős területet annak idején a fővárosi önkormányzat eladott. Néhány nappal ezelőtt nekiálltak és elkezdték kiirtani a növényzetet. Az, hogy ide bekerüljön egy 270 lakásos társasház újabb 1000 emberrel, az egyszerűen elképzelhetetlen. A környék nagyon-nagyon zsúfolt, az infrastruktúra az pedig nem fejlődött tovább. Ez egy abszolút közösségépítő hely, itt szoktunk találkozni a kutyás barátokkal. Ha nem találkozunk, akkor is általában itt kötünk ki. Kim vagyunk a természetben, mert nem ugyanaz, mint a panel előtt ülni. Minden reggel itt kezdem a napomat. Ha ez a lakópark itt megépülne, ide zúdulna 5-600 gépkocsi, gyakorlatilag megölnék ezt a területet ezekkel a házakkal. Elkezdtem aláírásokat gyűjteni, és már azért 1400-1500 aláírás megvan. Az bizonyítja, hogy a lakosok nem akarják ezt az építkezést. A harmóniát szeretnénk fönntartani az állat-növényvilág és az emberek között, és ezért mindenre képesek vagyunk, hogy ezt megóvjuk. Petíciót nyújtunk be, hogy a főváros vásárolja vissza a területet, és nyilvánítsa természetvédelmi területi egész hosszú rétet. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy az utolsó zöld területeket is elvegyék az itteni lakosoktól. Az önkormányzatnak sokkal nagyobb nyomást kellene gyakorolnia, úgy gondolom, és meg kellene hallgatnia, hogy mit szeretnének a helyi lakosok. Ez már az utolsó csepp a pohárban. Szerintem itt több olyan zöld terület volt, amit meg kellett volna védeni. Hogyha ez a maradék is el fog tűnni, akkor itt teljesen vége lesz igazából annak a részének, a lakóterületnek, amiért mindannyian szeretünk itt élni. Az elv oké, hogy igen, ezt vissza kéne venni, akkor nézzük meg, hogy honnan vesszük elő a pénzt. De nem mondjuk azt, hogy nem lehet kivásárolni jogi vagy bármilyen szempontból, mert ez nem igaz. Úgy mondhatnám, hogy egy józanész ellen van, hogy itt van egy ilyen egybefüggő zöld terület, amit most egy részét ugye ki akarják kirtani és házakkal beépíteni. Ez vissza fog jutni. Szóval gyakorlatilag élhetetlenné tesszük ezt a területet, és ennek később fogjuk majd megfizetni az árát. Én nem gondoltam volna, hogy valaha aggódnom kéne azért, hogy itt a zöld területünket elveszik, ami valljuk be őszintén a környéken már nem igazán van. Nem értjük, hogy lehet ennyi embert átlépni és a fejük fölött eladni területeket. Nem tudom, hogy van-e egyáltalán platformom, vagy tudok-e valamit csinálni az ellen, hogy itt elvegyék ezt a területet, mert sokan vannak, akik ide járnak. Ez az egész terület így adja meg azt az ökoszisztémát, meg azt az oxigén áradatot, amiből mi itt élünk a környéken mindannyian. Én szeretnék hinni abban, hogy a felelős döntéshozóink kerületi és városi szinten is segíteni fognak abban, hogy ez a domb megmaradhasson olyannak, amilyen most érintetlennek. Nem gondoljuk, hogy a 11. kerület döntéshozói közül bárkinek az érdeke lenne az, hogy ilyen elevenen és ilyen durván az ökoszisztémát a kerületen belül fölborítsa, illetve egész egyszerűen tönkretegye és kiírtsa. A végsőkig fogunk menni azért, hogy ez ne valósulhasson meg, mert ennek nincs itt a helye, és ez nem történhet meg itt Madárhegyen, hogy minden zöld területet kiírtsanak. És ez kell nekünk, ez a hely. És nem adjuk. Ennyi.